estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsor ajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazinműsorunk következik. Mai vendégünk Szepessy Tibor, a Dériné Kulturális Központ igazgatója, akivel a március 15-i rendezvényről beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Szepessy Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, üdvözlöm a televízió nézőt. Azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre, mert ugye nemzeti ünnepünkre, március 15-ére készül a város, mindig a Dériné Kulturális Központ szervezi az aznapi műsort. Hogy lesz ez az idén? Igen, egy picit a dátum módosul, hiszen amikor elkezdtük szervezni a március 15-i ünnepségeket, akkor egyrészt a hagyományos programokhoz próbáltunk ragaszkodni, úgy, mint a Dériné Kulturális Központban egy kulturális műsor, illetve a fiatalok kívánsága, amelyet hát most már lassan 10 éve folyamatosan megszervezünk, néha ugyan az időjárás közbeszól, a fáklyás felvonulás, amely mindig az ünnepet megelőző estén kerül megszervezésre. Amikor ezt a két programot összeraktuk és lekötöttük a kulturális műsort, 14-ét tudta vállalni a Debreceni Népi Együttes. Ugye 14-e a fáklyás felvonulás hagyományos időpontja, és akkor úgy döntöttünk, az a döntés született a város vezetés részéről is, hogy március 14-én, tehát az ünnepet megelőző napon délután kerül megrendezésre az ünnepi megemlékezés Karcagon. Ennek megfelelően, ha a programokról is ejthetünk egy pár szót, tehát 14-én kedden délután 3 órakor a Dériné Kulturális Központban kezdődik a megemlékezés a Debreceni Népi Együttes tánc produkciójával. Vas Albert azonos című regénye nyomán készült a 13 almafa című táncprodukciójuk, tehát ez lesz az első műsorszám az ünnepi megemlékezésben. Ezt követően... Bocsánat, hogy lehet erre bejutni, hogy lehet ezt a műsort megnézni? Jegyet kell-e vásárolni, vagy ingyenes? Ingyenes a rendezvény, de hát a korlátozott lehetőségeket figyelembe véve regisztrációhoz kötött. Van még néhány helyünk, legalábbis a tegnapi napon kollégák ezt az információt adták, hogy még tudunk fogadni érdeklődőket. Akit érdekel, tehát a Dériné Kulturális Központba lehet bemenni, ingyenesen átvenni a helyre szóló jegyeket. Tehát ez lesz, ahogy mondtam, 14-én 13 órakor, ezt követően az országzászló felvonása következik, amelyet a Huszár Bandérium tagjai a Nagykun Honvéd Banda kíséretében a Dériné Kulturális Központ előtti térről indulva visznek el ünnepélyesen az országzászlóhoz. Ott felvonásra kerül, majd az ünnepi megemlékezés a szokott helyén a Petőfi szobornál. Itt hangzik el a ilyenkor mindenképpen el kell, hogy hangozzon, ugye egy március 15-i ünnepségben Petőfi Sándor Nemzeti Dal című verse, majd az ünnepi köszöntő következik. Ezt követően a koszorúzás, a Petőfi és a Kossuth szobornál, majd ahogyan említettem, várhatóan 3/4-6 magasságába a Városháza elől indul a fiatalok fáklyás felvonulása, amely gyakorlatilag befejezi az ünnepi megemlékezést. Ennek a fáklyás felvonulásnak is szokott lenni egy hagyományos útvonala, ha jól tudom, akkor most fordítottak rajta. Így van, egy picit megfordítottuk, hiszen a Városháza elől indul majd a menet a Dózsa-György úton, a Kacsó utcán, a Szent István, Széchenyi sugárút, Püspökladányi út, Kálvin út, és a végén ugye a felvont országzászló mellett a két megkoszorúzott szobor között érkezik vissza a Kossuth térre a menet. Fáklyás felvonulás, adódik a kérdés, hogy fáklyákat hogyan szerezhetnek be a felvonulók?
a felvonulók, tehát maguk az iskolások, középiskolások, általános iskolások már megkapták a fáklyát, tehát ott van az iskolában az a fáklya, amelyet ők használnak, de természetesen várunk mindenkit a fáklyás felvonulásra, tehát be lehet kapcsolódni, és a Városháza előtti téren egyébként árusítása is lesz a fáklyáknak, tehát mindenki hozzá tud jutni, hogyha szeretne bekapcsolódni ebbe a menetbe. De azt gondolom, és a fiatalokkal is ezt beszéltük épp a tegnapi nap folyamán a diák önkormányzat vezetőivel, hogy nem szükséges fáklya ahhoz, hogy valaki részt vegyen ebben a felvonulásban. Ha szeretne ehhez a megemlékező menethez, az ünnepi menethez csatlakozni, akkor természetesen bárki fáklya nélkül is beállhat a sorba, várjuk szeretettel. Rossz idő esetére mi a forgatókönyvük? Akár az ünnepi megemlékezés, akár a felvonulás tekintetében. Igen, tudjuk, hogy a március 15-e elég érdekes meteorológiai jelenségeket szokott hozni. Egyik évben jó idő, másik évben rossz idő. Ha ezt a sort nézzük, akkor most remélem, hogy a jó idő következik, hiszen a tavalyi évben azért a szemerkélő eső egy picit megbontotta a megemlékezést, és a fáklyás felvonulás el is maradt például a tavalyi évben. De volt már arra példa, hogy térdig érő hóban koszorúztak az intézmények, civil szervezetek. Szóval bízunk benne, hogy jó idő lesz, és akkor úgy fog történni, ahogy elmondtam. Ha az időjárás olyanná alakul, akkor természetesen fedett helyen, tehát maga a megemlékezés, az ünnepi köszöntő, a szavalat a Dériné Kulturális Központban a táncprodukció után kerül megrendezésre, elmondásra. A koszorúzás nyilván annak függvénye, hogy mennyire rossz az időjárás. Ha még éppen megengedi azt az időjárás, hogy koszorúkat elhelyezzük, akkor természetesen a szobornál. Lehet, hogy a fáklyás felvonulást ebben az esetben el kell hagyni, de azon leszünk, hogy minden, ami az időjáráson kívül lesz lehetőségünk, azt azért megpróbáljuk. Abban a rendben, ahogy a meghívóban és a plakáton szerepel. Arról nem ejtettünk még szót, hogy az ünnepi köszöntőt kimondja a megemlékezésen. Az ünnepi köszöntőt, ahogyan mondtam is, a táncprodukció és a zászló felvonás után a Petőfi szobornál Kocsis Máté, Budapesti Józsefváros polgármestere fogja ebben az évben elmondani. Esőmentes, hómentes rendezvényt kívánunk. Beszéljünk még a kalendáriumról, ugye minden évben megjelenik a karcagi kalendárium, mit lehet tudnunk az ideiről? Az idei évben egy picit úgy próbáltuk időzíteni a kalendárium megjelenését, hogy egy ünnepnaphoz kapcsolódjon, ami nem is kimondottan ünnepnap, hiszen egy olyan évszámot és egy olyan születésnapot ünnepeltünk februárban és gyakorlatilag egész évben, hogy a Dériné Kulturális Központ, az egykori kultúrpalota 90 éves ebben az évben. Január végén, február elején ünnepeltük a 90 éves évfordulót, és erre a jeles napra, napokra jelentettük meg a kalendáriumot, nem véletlenül a címoldalán is a Dériné Kulturális Központtal. Benne egyébként lehet olvasni magának az épületnek a történetéről is. Tehát erre a napra időzítettük. Én biztatok mindenkit arra, hogy vásárolja, lapozgassa, hiszen nagyon sok érdekes dolgot tartalmaz a kalendárium. Karcagiakról, karcagi intézményekről, karcagi eredményekről olvashatnak. Én azt gondolom, hogy nagyon tartalmas cikkeket az olvasók. Hol szerezhető be ez a kalendárium? A kalendárium folyamatosan vásárolható az Ifjúsági Házban, a Városi Csokonai Könyvtárban, tehát oda várunk minden érdeklődőt. Munkaidőben természetesen állnak a kollégák rendelkezésre, akár közületeknek is, ajándékba is javaslom, hogy minél többen vásárolják a kalendáriumot. Hogy sikerült az évfordulós rendezvény? Hogyan értékeli? Köszönöm szépen, nekem nagyon tetszett, de a visszajelzések is azt mutatják, hogy egy igen sikeres koncertet adott a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, hiszen egy kuriózum volt, ugye valamikor 90 évvel ezelőtt is egy hosszú műsor folyammal került átadásra maga az épület. Nyilván nekünk most nem volt lehetőségünk arra, hogy egy nagyon hosszú és több órás, több kis részből álló műsorfolyammal ünnepeljük 90 éves évfordulónkat, hiszen
Mi nem egy napra terveztük az ünnepi programokat, hanem egész évre. Tehát folyamatosan azon vagyunk, hogy olyan műsorszámokat, programokat, koncertjeket hozzunk harcokra, amelyek teltházas érdeklődésre számíthatnak. Szóval visszatérve a 90 éves programra, egy olyan műsorszám került előadásra, ahol egy picit megjelent a mozi, a mozgókép, de ott volt az élő zene, a komoly zene, de mégis egy picit könnyedebb formában. Nagy sikert aratott, a visszajelzések azt mutatják, hogy szükség lesz még hasonló rendezvényekre. Történt még valami a Dériné Kulturális Központban, aki mondjuk most megnézegette a különböző hírportálok fényképeit, ugye most rendezték meg a szakmabált a múlt hétvégén, és érdekes dolgot lehetett látni a fotókon, új székek vannak a Dérinében. Így van, köszönjük szépen ezúton is a támogatóknak. Elsősorban a Karcagért Közalapítvány kuratóriumának, de rajtuk keresztül mindazoknak, akik az általuk szervezett rendezvényeken, a közéleti bálon és egyéb támogatási formákat is igénybe véve támogatták az alapítványt, és ezáltal azt a lehetőséget, hogy a Dérinében, a második emeleti teremben, de azért hozzáteszem zárójelbe, hogy akkor a mennyiségű székről van szó, hogy nem csak a második emelet, hanem nagy valószínűséggel a város többi rendezvényét is érintve fogjuk tudni majd használni ezeket a székeket. Tehát picivel több mint 200 darab igen kényelmes, párnázott, fémvázas széket tudtunk beszerezni az alapítvány támogatásával. Én úgy gondolom, és ahogy a visszajelzések is mutatják, nagyon kényelmes a szék, és egy teljesen másfajta élményt nyújt a közönségünknek. Legyen az egy bál, legyen az egy koncert, legyen az egy irodalmi rendezvény. Lehet arról tudni valamit, hogy esetleg újabb beszerzések lesznek-e, amit a Dériné eszközöl, valami pályázat, felújítás, mik a tervek? Terveink vannak. Egyelőre több tervünk van, mint amennyi lehetőségünk, de hát nyilván az előre lépés záloga az, hogy legyenek terveink, és amikor megjelennek a pályázatok, a támogatási egyéb formák, akkor rögtön mozgásba legyünk és tetrekészek, tehát mindenképp szeretnénk előbb-utóbb hosszú távon megoldani a moziterem, tehát a színházteremnek a problémáját, ugye itt is a székeket kell előbb-utóbb lecserélnünk, de önkormányzati forrásból szeretnénk a mosdókat mind a három szinten felújítani, hiszen a következő nagy lépés az, hogy ha becsábítottuk a közönséget, és hál' Istennek egyre több teltházas rendezvényünk van, akkor az egyéb kiszolgáló helyiségekkel is ki tudjuk szolgálni az ők szórakozását. Beszéljünk most a közeljövő rendezvényeiről, mire készülnek, milyen rendezvények várhatók a közeli és a távolabbi jövőben? Hát aki látta a rendezvénynaptárt, az és egyébként átvehető a Dérinében ingyenesen, tehát akit érdekelnek az ez évi rendezvények tervezett időpontjai, az egész nyugodtan jöjjön és vigye el a Dériné portáljáról a rendezvénynaptárt. Tehát bőven van rendezvényünk. Ugyanabban a példányszámban jelent meg a rendezvénynaptár, mint az előző évben, és másfél oldallal több a rendezvény, és az egyéb kiegészítő részek lettek kevesebbek, tehát jóval több rendezvény kerül megrendezésre a városba. Természetesen ennek egy része vagy a Dériné szervezésében, vagy a Dérinében, tehát valamilyen formában érinti intézményünket. Hát hosszan sorolhatnám, hogy milyen rendezvények lesznek, ugye a Nóta műsortól kezdve a különböző színházi és koncertelőadásokig, de hát a legnagyobb rendezvény az nyilván már most elkezdődött a felkészülés, az előzetes megbeszélések, tárgyalások, lassan a nevezési ideje is elkezdődik a 19. birkafőző fesztiválnak, tehát ez a legnagyobb rendezvény, amire már most készülnünk kell, és amire azt gondolom egyébként, hogy a Karcagiak zöme már most el is kezdte a felkészülést pont és ezt a szervezést. Hogy állnak önök a szervezéssel? Én azt gondolom, hogy időarányosan. Jelenleg a koncertek lekötésénél tartunk, nem akarok előre elémenni a bejelentéseknek, hiszen most zajlanak a szerződések aláírása.
A helyszínek, programok kidolgozása, az árusok megkeresése, visszajelzés, tehát én azt gondolom, hogy időarányosan jól állunk. És hát ezzel együtt egy másik nagy rendezvény szervezésébe is bele kellett fognunk ugye a napokban, hiszen a Birkafőző Fesztivál után egy olyan rendezvény kerül megtartás, ami még nem volt Karcagon. A Kiskunságban és a Nagykunságban már több helyen megrendezésre került, ugye a kézi arató versenyről beszélünk. Ez két héttel a Birkafőző Fesztivál után kerül majd megrendezésre Karcagon, tehát ez is egy olyan rendezvény, amely várhatóan több ezer érdeklődőt vonz majd városunkba. Sikeres felkészülést kívánunk ezekre a rendezvényekre, és köszönöm szépen, hogy itt volt, jó munkát kívánunk, és minél több ember menjen el a március 14-i megemlékezésre. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt volt, kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Új hullámokat sodor a Tiszató idegenforgalmi fejlesztése. A decemberben elfogadott turizmusfejlesztési törvény értelmében a megszűnt Magyar Turizmus ZRT regionális marketing igazgatósága helyett a Tiszató térségi fejlesztési tanács feladata a térség vonzerejének növelése. Tiszató a legdinamikusabban fejlődő turisztikai régió Magyarországon. A tó azonban felbillenni látszik. Az északi parton a Poroszlói Ökocentrum Európában is egyedülálló látnivalót kínál, és Tiszafüred is 70 ezer vendégészakával, számtalan rendezvénnyel büszkélkedhet. Van már egy 4 csillagos szállodánk, aminek nagyon örülünk, és nagyon sok az apartman és a vendégház típusú szálláshely, de amiben például még van felzárkózni, valóban fejlesztési lehetőség, az például a kemping típusú szálláshelyek, az ifjúsági táboroknak a fejlesztése. A déli parton egyelőre kevesebb a látnivaló, ezek egyike a 2 éve átadott kiskörei hallépcső, de szálláshelyből sincs elég. Tó déli részére, Kisköre, a Bátszolók térségében is minőségi szálláshelyekre, panziókra, esetleg kisebb szállodára bizonyára szükség volna, illetve valamilyen más attrakciófejlesztésre. Ezért bízunk a Bátszolók is abban, hogy a Bátszolókra is történik egyfajta fejlesztés. Ehhez a természet operaháza, vagy ez a vízi színpad kialakítása, ez egy nagyon jó lehetőség lehetne. Eddig a Tiszafüred végén lévő 2 éve átadott kerékpáros centrumig tart a tókerülő kerékpárút. Itt egy rövid szakaszon a 33-as úton kell tekerniük a bringásoknak, már nem sokáig. Jövőre a közúti forgalomtól mentesen lehet körbetekerni a tavat. A Tiszató és a Tiszatót körbe kerülő kerékpárus nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa legszebb és legbiztonságosabban körbejárható kerékpáros útszakasza lesz. Én azt gondolom, hogy a kerékpárosok mekkája lesz a Tiszató környéke, hiszen nem csak a Tiszatavat lehet majd körbe kerékpározni, hanem elérhető távolságban van Eger, Tokaj környéke, a Hortobágy is, és ebbe az irányba szeretnénk továbbfejleszteni a Tiszató kerékpáros út. Is. A Tiszató térségfejlesztési tanács égisze alá tartozó 4 megyei és még több települési önkormányzat abban bízik, hogy a kormány még tavasszal kiemelt turisztikai térséggé nyilvánítja a Tiszató környékét. A kiemelt térségekben 10 milliárdokban mérhető fejlesztések valósulhatnak meg. Mint 25 éve mindig, idén is megtelt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat díszterme a gazdafórumra. A gazdákat nagyon is érdekli, hogy milyen közegben kell termelniük. Egy élelmiszeripari robbanás előtt állunk. Teljesen más típusú élelmiszerekre van szükség, más minőség élelmiszerekre van szükség, más termesztés technológiára van szükség, de ha azt mondom, hogy 60%-kal több élelmiszerre lesz szükség 20-30 év múlva, akkor az is igaz. A magyar agrárkibocsátás mintegy 1/5-ét az uniótól érkező támogatások teszik ki, vagyis e források nélkül a hazai mezőgazdaság még nem tud versenyképes lenni. Az a legfontosabb feladatunk, hogy olyan mezőgazdasági szerkezetet, technológiákat alakítsunk és működtessünk, ami egy csökkentett támogatás esetén, vagy akár támogatás nélkül is versenyképes és fenntartható tud maradni Magyarországon. Azonban könnyen lehet, hogy az uniós támogatások csökkentése hamarabb bekövetkezik, mint ahogy arra számítani lehetne. Az
agrártámogatások jelentős részét a migrációval kapcsolatos kiadásokra akarja átcsoportosítani az Európai Bizottság, jó néhány tagállam is, holott az agrártámogatások az eredményesebb élelmiszertermelést szolgálják, illetve az, hogy hozzáférhető áru jusson hozzá mindenki az ennivalóhoz. Ezért elemi magyar érdeke, a gazdatársadalomnak is elemi érdeke az, hogy ezeket a forrásokat megőrizzük az elkövetkező időszakban is. Az idei gazdafórumon 7 megyei termelő kapta meg az év gazdája címet. Köztük Szabó Zoltán, aki 1983 óta tart birkát. 350 darab anyabirka van, ez brit tejelő, amit fejünk is, és van majdnem 300 darab magyar tarka húshasznú szarvasmarhánk, és 600 hektár fölötti földünk, amin úgymond az állatoknak, főleg az állatoknak a takarmányát elégítjük, vagy termeljük meg. Varga Csilla különleges chili paprika készítményeit Pokoli Konyha néven hozza forgalomba. Az év gazdája címmel kitüntetett abátszolóki gazdálkodó termékei egyre szélesebb körben ismertek. Egyre nagyobb kereset van a különleges dolgokra. Ugye ez nem magyar, az mértékben magyar, hogy magtól termeljük, és akkor mi neveljük fel a paprikákat, de aki szereti az erőset, és ennek különböző fokozatait, az mindenféleképpen. Hétfőn az úgynevezett V4-ek agrárminisztereinek találkozóján a Kelet-Közép-Európába jutó, a nyugatinál gyengébb minőségű élelmiszerek elleni fellépésről alakítanak ki közös álláspontot a lengyel, a cseh, a szlovák és a magyar szakemberek. A súlyos és a halálos kimenetelű balesetek megelőzése érdekében több balesetben megsérült roncsautó előtt tartottak figyelemfelhívó helyszíni tájékoztatót Szolnokon. Az elmúlt hetekben több halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Jász-Nagykun Szolnok megye közútjain. Volt olyan nap, amikor egy órán belül 2 halálos kimenetelű baleset is történt, melyben 2 még a helyszínen, az egyik gépjármű vezetője pedig később a kórházban vesztette életét. A tragikus balesetek elkerülése, megelőzése érdekében a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság 2017. március 6-án kihelyezett sajtótájékoztatót tartott Szolnokon. A tájékoztatónak az egyik szolnoki roncstelep adott helyszínt, ahol több súlyos balesetben részes gépjárművet őriznek. Kosztyó Gábor rendőr alezredes, a megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályvezetője körbevezette a médiatartalom szolgáltatók megjelent képviselőit a roncsok között. Az alezredes ezt követően tájékoztatást adott az elmúlt időszak súlyos baleseteiről, azok bekövetkezésének feltételezhető okairól és a megelőzés lehetőségeiről. Kiemelten hangsúlyozta a KRESZ szabályok betartásának a jelentőségét és a jogkövető magatartás fontosságát. A rendőrség ezúton is kéri a közlekedőket a közlekedési szabályok maradéktalan betartására, a változékony időjáráshoz igazodó óvatosabb, figyelmesebb közlekedésre, továbbá arra, hogy minden esetben biztonságos, vezetésre alkalmas állapotban induljunk útnak, kipihenten üljünk a volán mögé, szükség szerint álljunk meg pihenni, felfrissülni, és legyünk türelmesek, közlekedjünk óvatosabban. Köszöntöm nézőinket a Szent Pál Maristátás iskolában, Nagy Józsefné igazgató asszonnyal beszélgettünk, hiszen hamarosan indul a farsangi felvonulás, amit a városon át tesz meg az iskola. Honnan jött ennek az ötlete? Nem titok, hogy a Mária iskola testvérek szerzetesen tartja fönn iskolánkat. A nálunk dolgozó szerzetesek most jelen pillanatban valamennyien Spanyolországból származnak, Katalóniából. Hát ott ennek nagy hagyománya van a farsangi felvonulásnak. Hát mi azt nem tudjuk teljesíteni, amit ők ott szoktak rendezni, hiszen ott a tengerpartra vonulnak ki, és ott fiesztáznak. Hát a tengerpartra mi nem vonulunk, de vonulunk Karcag utcáin. Ez egy látványosság, mert tulajdonképpen hozzátartozik a városhoz, hiszen minden évben sokan várják Önöket. Hogyan készültek most? 5. alkalommal rendezzük a felvonulást. Első 2 évben még egy kicsit csendesebb volt, nem ismerte ezt a város, de ahogy telnek az évek, és ahogy felvonulunk, megismeri a város közönsége, a diákok, az óvodások, a felnőtt lakosság is természetesen. Hát a gyerekek azok a nevelők irányításával hetek óta készülnek, ötletelnek, nyilván először ötletelnek, melyik osztály milyen jelmezbe fog felöltözni, és aztán eltervezzük ezeket a jelmezeket.
Még a zsákokat, amit a gyerekek magukra szoktak húzni, azt is Barcelonából sikerül nekünk beszerezni. Viszonylag azért egyszerű, de mégis látványosak legyenek ezek a jelmezek, erre törekszünk. És hát utána kísérik őket az óvisok, hiszen minden évben csatlakoznak az óvodások, iskolások, sőt azért saját kis állarcokat is szoktak hozni, tehát tulajdonképpen a város is átveszi ezt a hagyományt. Igen, de tervünk is volt, és úgy terveztük, hogy ez ne a mi zárt intézményi rendezvényünk legyen, egy hagyományt szeretnénk ebből teremteni a város számára. Erről már beszéltünk, hogy több alkalommal az iskola megjelenik a város előtt, tehát gondolom, hogy a farsang után ismét lesz olyan rendezvény, amire várják a város lakosait. Természetesen márciusban, a nagybőti időszakban fogjuk előadni a városban a pasiójátékot. Mielőtt a város lakossága ezt megtekintheti, március 25-én Budapesten a Uránia Nemzeti Filmszínházban fogjuk előadni. Ott lesz két előadásunk. Azt követő szombaton Esztergomba megyünk, és a nagy héten, hétfőn Dérinében lesz két előadás, a délutáni a Györfi István általános katolikus általános iskolának, és 16:30-kor nagy szeretettel várjuk a város lakosságát. Akkor mondjuk el pontosan az időpontot, amire a város lakosait várják, hogy hanyadikán lesz ez? Ez 2017. április 10-én 16:30-kor. Reméljük, hogy sokan elmennek, és hát gondolom, mert javába gyakorolnak a gyerekek. Ez most a tavalyinak a felújítatása lesz, vagy a tavalyi, tehát mire számítsanak azok, akik eljönnek? Hasonló, mint a tavalyi egyébként, de természetesen új szereposztással készülünk, és azért is nagy dolog ez most a mi életünkben, mert az iskolánkat fenntartó szerzetesen megalakulásának, létrejöttének 200. évfordulóját ünnepeltük január 2-án, tehát nekünk ez egy nagyon különleges és kedves jubileumi év lesz. Hát akkor azt kívánom, hogy a vidéki fellépéseken is legyen nagy sikere a maristásoknak, és akkor találkozunk ezen a Dérinés rendezvényen. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket, Gulyás Zsolt plébános úrral a katolikus templom előtt beszélgetünk. Beszélgetésünknek pedig az az apropója, hogy veszélyben hozták a templomot ezek a körülöttünk lévő fák. Mi is most a teendő? Szeretettel köszöntöm én is a TV nézőket. A templomunk 1901-ben készült el, amikor átadásra került, és hát azóta úgy szépen áll, bár a elmúlt 100 évet azért kívülről is lehet látni, hogy sajnos a nagyon szép díszítő elemek lassan kezdenek leperegni, és főleg a templomnak az északi oldalán látható ez. Ugye az idő az főleg ilyenkor, amikor vége a térnek, akkor mutatja meg, hogy mit is tesz az épülettel, mert hogy amikor esik a hó, meg az eső, ilyenkor télen ráfagy, és amikor elkezd engedni, ez a vizek meg, ahogyan olvad a víz, megkeresi a maga járatát, és amikor a fagy után
kienged, amikor már olyan 18-20 fokos tavasz idő keletkezik, akkor leperegnek ezek a vakolatok, és hát ezeket a részeket is lehet látni, tehát az idő azért eszi a templomunkat, és az a megdöbbentő számomra, hogy mondjuk ezelőtt, hogyha egy jó 10 évvel ezelőtti fényképet nézzük, amelyen rajta van a templomunk, akkor kívülről valójában semmi sem látszódik. Tehát majdnem épp a templom, és ami egy kicsit megdöbbentő, meg megijeszt bennünket, hogy egyre inkább, ahogy megyünk előre, egyre jobban érik a templomról le a vakolat, és az a rossz dolog, hogy főleg a templom toronyból leeső hulladék, vakolat, vagy akár egész díszítő elem, múltkor például majdnem egy ilyen több kilós, tehát ilyen 15-20 kilós darab esett le. Tehát a templomnak az állaga az romlik egyre rohamosabban. És ugyanakkor pedig azt is látjuk, hogy alulról is bizonyos dolgok történnek, tehát itt ezek a szép fenyőfák, mondjuk némelyik gírbegúrba, de hogy tűnődték magukat, addig még kisebbek voltak, addig nem jelentettek gondot. Most is inkább a gyökere az, ami elsődlegesen rongálja az épületünket. Ugye a fenyőfának az az egyik sajátossága, hogy a talaj felszínén engedi a gyökerét, és amikor valami keményet talál, akkor oda beengedi a gyökerét, és így rongálja az épületet is. Hát itt a járdát nyomja föl most elsődlegesen, de azért látjuk, hogy a templomat is érinti, és a szakembereknek is az a véleménye, hogy ki kell venni. Tehát, hogyha nem szeretnénk, hogy a templomunk rongálódjon, akkor ezektől a fáktól sajnos el kell búcsúzni, és természetesen majd pótolnánk valami más jellegű növényzettel, valami örökzölddel, de úgy, hogy arra vigyázva, hogy az épületet amennyire lehet óvjuk és védjük. Azt is gondolom, hogy ezeket a fenyőfákat, amikor ültették, akkor volt egy másik célja is azon kívül, hogy kívülről szép zöldet ad, mégpedig a templomnak a díszítésére, főleg a karácsonyi díszítésére szánták ezeket a fákat, és addig még kisebbek voltak, addig ezzel lehetett is boldogulni, de sajnos most már nem nagyon. Tehát kérem a lakosságnak a megértését és a támogatását, hogy valójában nem a zöld ellen van, hanem a templomunknak a védelmében, amikor ezeket a fákat ki szeretnénk venni. Nem mindet, de azok, amik most így feltétlenül el kell hárítani, azokat szeretnénk kivenni majd. Hány évesek lehetnek ezek a fenyők? Én azt gondolom, hogy akkor ültették ezeket a fenyőket, amikor a 80-as években Víg Béla atya elkezdte a templomnak a teljes felújítását kívülről, belülről. Akkor láttam egy olyan fényképet, amit akkor adtak ki, és akkor ezek a fenyőfák még nagyon kicsik voltak. És egyébként, hogyha nézünk múlt századi képeslapokat, például én egyik meghívóm, a beiktatási meghívómra egy múlt század elejé képeslapot vettünk elő, ami hát a postával szemben lévő sarokról készült, és nagyon-nagyon szép látványú ez a templomunk. Tehát építészetileg ez egy nagyon szép külsejű templom lenne, amit szerintem jó, hogyha látnak a hívek, vagy hát a karcagiak, és én azt gondolom, büszkék lehetünk erre a templomra, mert tényleg nagyon szép. És hát gondolom, itt azért a bejárat fölött ez a ideiglenes bejáró megmaradt, hiszen ahogy mondta, innen azért nagyon sok minden potyog le. Igen, hát ez már nem is nagyon ideiglenes, mert már második éve itt van, de pontosan amiatt, hogy nagyobb darabokban esnek le vakolatdarabok, illetve díszítő elemek, és hát ez balesetveszélyes, és hát muszáj így védekeznünk. Jó lenne, hogyha majd a közeljövőben lenne valamilyen lehetőség, hogy ezt föl lehetne újítani, de hát azért ez egy nagyobb jellegű támogatással tud megvalósítani, mert a magunk ereje ehhez kevés. Tehát valamit tudunk, de azt mondjuk körülbelül arra elég, hogy fölállványozzuk a templomot, de azzal még tényleges dolog nem történik. Gondolom, hogy ennek a komplett templomnak a felújítása azért egy 100 milliós nagyságrendeket érhet el. Még több, tehát előzetesen már készültek tervek is, hogy a templomunk föl van mérve kívül-belül, tehát azért ez több. Hát ugye onnantól a tetejével kell kezdeni, és az a baj, hogy
A pala az körülbelül ilyen 50 éves, most ezt 30 évvel ezelőtt tették föl, és akkor nem tudom, hogy gondoltak-e arra, hogy ha majd fog hullani a vakolat, akkor majd milyen károkat okoz. Ha egy kicsit távolabb megyünk egyébként, vagy a plébániai udvarára megyünk, akkor lehet látni a különböző színű palát, mert hogy lettek már kicserélve, és lehet a távolról, például a bérházi sor, a Kossuth-téri bérháznak a belső részéről, ahogyan lépcsőről megyünk föl, és jól lehet látni a templomnak a tetejét, ott lehet látni a kicserélt palákat, ami ugye eltérő szín, mert hogy újabbra cseréltük ki, de hogy ezen is nyilván kellene változtatni, magát a szerkezetet is át kell nézni, hogy mik azok a lecek, amiket ki kell cserélni, mert bizony a templomban már azt is észrevettük, hogy egy részén beázott, úgyhogy Ács szakember segítségével próbálunk arra ügyelni, hogy minden nagyobb esőzés után átvizsgáljuk a templomot, hogy hol van beázás, hol kell javítani. Hát igen, szóval 100 év az 100 év, és hogy nekünk azt gondolom az a feladatunk, hogy megőrizzük a templomunknak az állagát, és hát amennyire lehet abban a szépségben tudjuk megőrizni, meg használni, hogy annak idején fölépítették. Hát ez a vágyunk, bízunk benne, hogy egyszer majd teljesedik is. Az elmúlt években azért odabent is történtek fejlesztések, hiszen erről is beszéljünk. Igen, hát főként az, hogy a templomunk nagyon hideg, és ugye kisebb teremben nem nagyon tudunk menni, vagy nem lenne célszerű, nem is szívesen hagynánk itt a templomot télvíz idejére. A Karcag Városért Alapítvány segítségével sikerült a padfűtésnek az egyik részét megoldani, ami azt jelenti, hogy összesen itt a templomnak a fő részében van 30 pad, ebből 14-et fűtöttünk be, és valójában 16 pad alatt van padlózat is. Ezt szeretnénk tovább fejleszteni, hiszen akkor, amikor advent időszakban jobban készülünk a karácsonyra, megjelennek az iskolások is, akkor érezzük, hogy hát kevés ez a fűtés, jó lenne, hogyha több lenne. Úgyhogy ez az egyik tervünk, hogy a fűtést azt kibővítsük, mert azért csak lehet érezni a lávnál főleg, hogy valami kis enyhületet kapunk, és hogy mégsem olyan hideg a templom, mint anélkül. A másik nagy dolog, amire büszkék vagyunk, a déli ablak felületnek a felújítása, a pünkösdi jelenet, ami a Györfi Balázsnak a tervei alapján készültek. Az is abból a szempontból is érdekes, most nem a műre akarok kitérni, hanem hogy egy ablakréteg került az ablakra, és ettől érezhetően télen enyhébb az idő, illetve nyáron nincs az a nagy meleg. Tehát, hogyha mondjuk az egész templomunk kapna egy ilyen belső díszítést, akkor biztos, hogy egy pár fokkal még emeledne a benti hőmérséklet. Aztán hát ugye a felújítások kapcsán 1986-ban lett kifestve a templomunk, és akkor bizonyos részek teljes egészében felújultak, tehát régi képeken keresztül lehetett látni, hogy az nem ez volt az első festés, de annak örülök, mert talán emlékeznek még a kedves nézők ezekre a régi hengerekre, amit a szobákat hengerelték, odahaza lefestették, és akkor, tehát ilyesmit láttam, hogy ilyesmivel dolgoztak, és ez el lett tüntetve, tehát egyszerűsítve lett, és a díszítő elemek főként az oszlopoknál, vagy a szegélyek mentén domborodik ki. Tehát, hogy ez is úgy nagyon szép, de alulról, főleg a szentélynél lehet látni, hogy a vakolat kezd leperegni, illetve vizessé válik, aminek akkor, amikor a sekrestjét rendbe tettük, tehát ez is az utóbbi éveknek a egyik fejlesztése volt, mert nagyon rossz állapotban volt a sekrestje, a szekrények mögött a vakolat teljes egészében le volt peregve, vagy ahogyan a szekrényeket kibontottuk, amik egyébként eleve ide készültek a templomunkban, lehetett látni a festésnek a nyomait, tehát hogy nem húzták ki a szekrényt, először a tetejét emelték, utána pedig körbefestették, aztán amikor kiszedtük teljes egész, akkor láttuk, hogy minden volt ott.
És akkor ki lett bontva az alja, hogy a szigetelést is megnézzük, és az történt, hogy a templomnak a külső szigetelése, ahogyan építették rá, ott a burkolat följebb került, magasabb szinte, és a víz ez alatt kezdett el fölkúszni a falra is. Hát ott a sekressét, hál' Istennek, azt nagyon szépen rendbe tettük. Azt gondolom, az a méltó körülmény, hogy a miseruhákat, illetve a miséhez szükséges eszközöket tároljuk, tehát az, tényleg azt gondolom, hogy méltó körülmény, főleg az, hogy a szekrények is föl lettek újítva is, a templommal harmonizál, hogy ugyanazokat a színeket vittük föl a szekrényre, ami a templom oltárainál is megfigyelhető, és majdnem ugyanabba az arányba, úgyhogy büszke vagyok a sekrestjére is, mert hogy az is szép. Akkor onnan elindult a belső építkezés, de tudunk-e már valamit mondani, hogy ezek a fák mikor lesznek kivágva, mert ezt gondolom azért elő kell készíteni, hiszen azért elég magasak, és óvatosan kell megközelíteni, tehát nem lesz egyszerű az sem. Igen, hát bízom benne, hogy rövid határidőn belül, tehát így tavasszal addig még nem kezdenek el zöldelenni a fák, vagy nem indul neki, bár a hajtások azok ilyenkor kezdenek neki, addig lenne jó valahogy eltávolítani ezeket a fákat. De még egyszer kérem a lakosságnak a megértését, támogatását is, hogy utána majd pútoljuk, de olyan fákkal, olyan zölddel, ami ideillik, és hogy pontosan az, ami most gondot okoz, azt el tudjuk kerülni. Akkor majd visszatérünk, amikor ezek a munkátok elkezdődnek, addig pedig várjuk és figyeljük, kísérjük mindenki figyelemmel. Igen, köszönöm szépen én is. Köszöntöm nézőinket a Városi Sportcsarnokban, Csornai Csabával beszélgetünk, és mögöttünk javában zajlik az emlékverseny. Melyik verseny ez most, hiszen azért ebben az évben többet is rendeznek? Ez a Csokai István emlékverseny, amit minden évben közel hasonló időpontban megrendezünk, és egyben ez az országos veterán ranglista versenyek első állomása Magyarországon. Igen, hiszen a múlt héten még a gyerekeket láttuk, most itt azért láttunk jóval 60-on túli versenyzőket is. Megnyitóban voltam, és egy rövid párhuzamot, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy a múlt héten a gyerekek oldaláról közelíthettük meg a sportot, most pedig a veteránok oldaláról, de hát azért ez csak részben a múlt, inkább a jelen, de még van benne egy kis jövő is, hiszen 40 éves kortól egészen 80 éves korig vannak ma versenyzők. Azt gondolom, hogy azért küzdelmes mérkőzések vannak itt mögöttünk is. Beszéljünk azért egy picit Csokai Istvánról, hiszen nem mindenki tudja, hogy ki volt ő, és hogyan kötődött ő a karcagi pingponghoz. Csokai István a karcagi asztali tenisz egyik nagyja. Az 1950-es évek elejétől fogva foglalkozott asztali tenisszel, és a karcagi pingpongnak nagy szerencséje volt, hogy összetalálkozott Nagy Jenővel, aki Pista bácsi egy nagy szervező volt, Nagy Jenő pedig egy kiváló pedagógus és sportember, és ők kenten egy szenzációs párost alkottak. Annak az időszaknak hihetetlen eredményei voltak, női MB2-es csapat, férfi MB3-as csapat, a sidó lányok, akik közül a kisebb, a Csepelben az MB1-ben játszott. Ebből az időszakból került ki, vagy nőtt ki karcagról Horváth Zoli, aki válogatott kerettag volt. De hát ilyen neveket is említhetnék, hogy Hajdú Rudi, aki országos eldőlő bajnok volt. Én sorolhatnám a neveket, hát az egy szenzációs időszak volt, tartott 10 vagy 15 évig, és hát nekünk ez az etalon, ezt szeretnénk közelíteni, és én azt gondolom, hogy minden sportág nagyjai, legyen az város, vagy megye, vagy ország, megérdemlik azt, hogy ha van rá lehetőség, évente egy alkalommal megemlékezzenek rólunk. Jelen esetben egy ilyen szenzációs versennyel, ahol a résztvevők létszáma rekordot jelent. Mindig 100 fölött voltak az elmúlt évben, de most ez kiemelkedő 126 versenyző indult Szombathelytől Nyíregyházáig az ország minden részéből. Azt gondolom, hogy a karcagiakat mégis a karcagi versenyzők eredményei érdeklik, hiszen látjuk, hogy is az előbb fejezte be, tehát megküzdött, hogyan végződött az önmérkőzése. Hát itt már magas a színvonal, még a mi korosztályunkban is, sajnos ugye mi már a 65-70 közötti korosztályban vagyunk, de
Hát itt is még NB3-as, NB2-es versenyzők vannak, akármilyen hihetetlen, de hát ez az asztali tenisz egy ilyen sport, úgyhogy mi Farkas Bélával játszottuk a párost, mi a csoportmérkőzések során elvéreztünk, nem jutottunk a főtámlára, de délután kezdődnek az egyéni küzdelmek, és ott majd meg lesz az esély a tovább lépésre. Reméljük, hogy lesz, jó versenyzést kívánunk, és hát azt már elmondhatjuk most, amikor még a verseny felénél tartunk, hogy már most sikeres volt a mai nap. Hát már nagyon magas színvonalú mérkőzések vannak, NB1-es játékosok, néhány extraligás játékos, tehát az ország krémjének egy része most itt van, és biztos, hogy délután még nagyobb küzdelmek lesznek, hiszen az egyéni mérkőzések mindig érdekesebbek és színesebbek, mint a páros mérkőzések. És ha már itt tartunk és beszéltünk Nagy Jenőről, akkor elmondom azt, itt is elmondtam a megnyitóban, hogy április 1-én lesz a Nagy Jenő emlékverseny, ahova szeretettel hívtam a mostani résztvevőket, és egyúttal hívok minden kedves asztali tenisz iránt érdeklődőt. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Nagy Jánosné, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakiskola pedagógus, aki a közelmúltban rangos elismerést vehetett át. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Nagy Jánosné, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium pedagógusa. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Szeretettel teszek eleget ennek a meghívásnak, és tisztelettel köszöntöm a TV nézőit a mai napon. Azért hívtuk ma meg önt egy stúdió beszélgetésre, mert a Magyar Kultúra napján ön volt az egyik, aki átvehette a Karcagváros kultúrájáért díjat, ehhez szívből gratulálunk, ehhez az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok az iskolámnak és a városnak is, hogy ezt a díjat megkaphattam. Amikor értesültem a díjról, akkor nagyon meglepődtem és meghatódtam, hogy miért pont én. Aztán utána örültem, és nagyon felemelő érzés volt maga az ünnepség. Kezdjük onnan talán a beszélgetést, hogy mennyivel előtte tetszett értesülni arról, hogy megkapja ezt a díjat? Én polgármester úrtól kaptam decemberben egy levelet, hogy a díjat megítélte az önkormányzat testülete, és januárban kaptam meg pontosan azt, hogy mikor lesz az ünnepség, hol lesz az átadó. Azt mondta, hogy nagyon köszöni az iskolájának. Ők terjesztették föl erre a kitüntetésre? Igen, az iskola terjesztette fel. Természetesen a fenntartó jóváhagyásával került ez felterjesztésre, úgyhogy köszönöm a fenntartónak is a beleegyezését. Meséljen nekünk erről az ünnepségről, ugye a Magyar Kultúra napján vette át ezt a rangos városi elismerést, hogyan zajlott, mit érzett akkor, amikor színpadra szólították? Hát nagyon boldog voltam, és drukkoltam, hogy nehogy véletlenül ne tudjak felmenni a színpadra. Nagyon felemelő érzés volt ott állni a többi kitüntetettel együtt, és azok az emberek, akik ott voltak, és velem együtt örültek, kollégáim, ismerőseim, volt tanítványaim, nagyon örültem, és csak álltam, és úgy éreztem, hogy hát ennél boldogabb pillanat ritka az ember életébe, azért is, mert a várostól kaptam ezt a kitüntetést, ahol végül is 41 éve élek. Milyen visszajelzéseket, milyen gratulációkat kapott ismerősöktől, rokonoktól, barátoktól? Hát az internet világa... Gondolom azért ezt feltöltötte. Igen. Tehát nagyon sokan személyesen, telefonon, interneten keresztül, Facebookon keresztül, a régi volt tanítványaim, akik végül is részesei voltak ezeknek a sok szép eredménynek, amit velük együtt elértem a 36 év alatt. 36 év, hogyan indult a pályája? Ha jól tudom, akkor nem karcagi tetszik lenni. Igen. Kezdjük akkor talán onnan, hogy hol végezte az iskoláit.
Hát én Zala megyében születtem, Gersén, ez Nagy Kanizsa mellett egy kis község. Onnan indult az én életem, általános iskoláimat ott végeztem, és utána kerültem el Szombathelyre ápolóképzőben. Már akkor tudtam, hogy én ápolónő szeretnék lenni, és amikor elvégeztem, akkor visszakerültem a községbe, majd Nagy Kanizsán kezdtem el dolgozni 1975-ben, és 1976-ban kerültem Karcagra, ide jöttem férhez. Na most akkor ott megragadtam annál a momentumnál, annál a mondatnál, hogy már akkor tudtam, hogy ápoló szeretnék lenni. Honnan tudta ezt, mi volt az indítatás? Általános iskolában a társaimnak én mindig segítettem. Tornaórán, ha volt baleset, ha bármi olyan jellegű volt, akkor én mindig ott voltam. És abban az időben csecsemőgondozási szakkör indult a mi iskolánkba, amit nem is szakkörnek neveznék, hanem környezetismereti óra volt, és akkor lehetett választani, hogy kerti munkát csinálunk, vagy bent főzöcskélünk, csecsemőgondozást, és én a csecsemőgondozási részt választottam. És akkor az nekem nagyon megtetszett, és azt mondtam, hogy én nekem az életem célja az lesz, hogy én másokon segítsek. Tehát akkor nem és volt olyan, hogy a családban volt esetleg ápoló, vagy látta nem, azt, hogy milyen ez a pálya, mert azért, nem. Hogy belegondolunk, mondjuk mondta, hogy iskolába segített, valaki elesik, eltörik a lába, oda menni, folyik a vér, ezt nem nagyon sokan szeretik. Hát én nagyon szerettem, és a mai napig is szeretem. Már nem a vérfolyást, hanem az ellátást, az azonnali első segélynyújtást, mert nagyon fontos. És hogyan váltott gyakorlatilag szakmát, mert ugye egy váltás akkor történt, ugye ápolói végzettséget szerzett, ide került Karcagra. Igen, én a Kátori Gábor Kórház belgyógyászati osztályán dolgoztam nővérként, és akkor, amikor a 5 napos tanítási hétre áttértek, ugye abban az időben 6 nap volt iskola, szombaton is volt tanítás, és akkor az akkori igazgató helyettes felkért arra, hogy jöjjek be az akkori gimnáziumba, és én akkor ennek szeretettel tettem eleget, és azóta is 36 éve a gimnáziumban dolgozom, és az egészségügyit képzem, az egészségügyi dolgozókat, illetve a tanulókat. Gyakorlatilag ugye nem szakadt el a pályájától, hiszen azt tanítja, amit tanult. Mégis mennyiben másabb a kettő? Nem hiányzik az eredeti szakmája? Azért nem hiányzik az eredeti szakmám, mert a tanulókkal kijárok gyakorlatra. Tehát nem szakadtam el a kórháztól, nem szakadtam el az egészségügyi intézményektől, mert tanulóink kijárnak az idősek otthonába, kijárnak bölcsődei gyakorlatra, és természetesen a Kátori Gábor Kórházba vannak gyakorlaton, és én is velük együtt megyek gyakorlatra, tehát így megmaradt nekem a kórháznak a szelleme, a kórháznak a légköre, tehát ott ugyanúgy vagyunk, mint bent. Foglalkozás vagy hivatás? Hivatás, természetesen, ez egyértelmű, hogy hivatás. Ha hivatás, akkor mi ennek a hivatásnak a szépsége, illetve van-e árnyoldala? Ezt hogyan gondolom, ezen már gondolkodott, hogyan értékeli magában? Hát az árnyoldala, inkább a szépségével kezdem. Az, hogy amikor a magatehetetlen, elesett betegeken tudunk segíteni, és annyira hálásak a tanulóknak, a betegek annyira várják, hogy menjünk gyakorlatra, és az látszik, hogy örülnek a betegek, és a tanulók olyan szívvel, lélekkel segítenek az alapápolási teendőkbe, hisz amikor kikerülünk gyakorlatra, akkor csak az alapápolási teendők is azokra épülnek rá a szakápolói feladatok, és azt nagyon jó látni. Azt nagyon örülnek a betegek, mi is örülünk, én is látom a tanítványaimat, hogy nagyon odaadóan, készségesen segítenek a betegeken.
Hát természetes, hogy elmélet nélkül nincs gyakorlat. Tehát az elméleti ismereteket azt olyan szinten kell elsajátítani, hogy a gyakorlatba tudja alkalmazni, az pedig a benti iskolai padokban történik, az iskolai demonstrációs termekben, ami nagyon jól felszerelt termeink vannak. Csak hát a változások következtében nagyon lecsökkentették az iskolai gyakorlási lehetőséget, kikerült ez a területekre, és hát ott azért nehezebb, mert ugye időnként van eszközhiány, amit nem tudunk ugye mi pótolni. Az árnyoldala talán a tanulóknak a legnehezebb az, hogy fiatalon találkoznak az elmúlással. Sajnos van úgy, hogy a gyakorlatot azzal kezdjük, hogy történik egy ilyen helyzet, és akkor bizony a tanulókat el kell kezdeni beszélgetni velük, ezt fel kell dolgoztatni. Ők nagyon nehezen tudják ezt feldolgozni, hogy élet és halál kérdése. Nagy a lemorzsolódás egyébként, tehát sokan, mondjuk akik elindulnak ennek a pályának az első lépéseit, vagy lépcsőfokait megteszik, ugye beiratkoznak ide mondjuk egészségügyi szakra, és akkor találkoznak egy ilyen esettel, ki lehet őket ebből mozdítani, lendíteni, vagy van, aki föladja, és azt mondja, hogy hát, meggondoltam magam. Hát én külön választanám a szakgimnáziumi osztályokat, és az érettségére épülő ápolóképzést. Ugye az érettségére épülő ápolóképzés, az, ott már beszélhetek hivatásról, tehát ott már választott a tanuló, 2 év gyakorló ápoló, és a gyakorló ápolóra épül rá az ápolóképzés. Ilyen esetekben nincs lemorzsolódás. Ha van lemorzsolódás, akkor abban annak tudhatjuk be, hogy közben meggondolta magát, és elment egészségügyi főiskolára, mentősztiszti főiskolára, de maradt az egészségügyen belül. Talán a szakgimnáziumi osztályoknál van lemorzsolódás. Nagyon nehezen lehet azt eldönteni 14 évesen, hogy ő mit szeretne, mit akar. Nem is mennek 9-be gyakorlatra, majd 10-be mennek nyáron gyakorlatra, évközi gyakorlatra 11-12. Osztályban mennek. Onnan már nem nagyon szokott lemorzsolódás lenni. Mi az első és legfontosabb, amit mondjuk így a tantárgyi rendszeren kívül útra valóul adnak a diákoknak? Tehát ön például mi az, amire úgy gondolja, hogy a legfontosabb, hogy felkészítse őket, vagy elindítsa őket a pályán? Hát az hosszígtartó tanulás, mert ugye az egészségügy az a pálya, az a hivatás, ahol folyamatosan változik minden, és folyamatosan fejlődni kell, folyamatosan tanulni kell, és ami nagyon fontos, a holisztikus szemlélet. Tehát a beteg ágy mellett, hogy ne csak a betegséget, hanem az egész embert vegyék figyelembe, hisz érző emberről van szó. Nagyon fontos az, hogy mit lát a betegen, mit érez a beteg, meghallgatni a beteget a kommunikációtól elkezdve. Nagyon fontos a hivatás szemlélet, a szeretet, a betegért tenni akarás, és a saját életébe is tudja ezt kamatoztatni. Azt, hogy következetes legyen, azt, hogy fejlődjön, hogy tanuljon, hogy mindig tanulni, mert ez másképp nem megy. Mindig tanulni, azért elmondta ugye, hogy 36 éve van a pályán. Mennyit változott ez idő alatt az, amit önöknek mondjuk át kell adni a tanulóknak? Tehát akár nem az oktatási rendszerre gondolok konkrétan, hanem a tananyagot, gondolom mindig vannak újabb és újabb dolgok. Ezáltal gondolom önöknek is tanulni így van, kell. Így van, tehát mi is folyamatosan tanulunk a tanulókkal együtt. Ugye amikor elindult az ápolási dokumentáció, tehát folyamatosan fejlődik, a dokumentálni kell a ápolónak minden lépését, le kell írni a beteggel kapcsolatosan. Személyre szabott ápolási dokumentációt vezetnek, ez régen nem volt. Tehát volt egy vizitfüzet, volt a lázlap, korlap, és ugye
ezek után jöttek az ápolási dokumentáció, ápolási anamnézis, ennek megfelelően az ápolástudomány tantárgy bevezetése került, a pszichológia, az ápolás lélektan. Tehát jöttek olyan új tantárgyak, amik nekünk is újak voltak, és nekünk is kellett fejlődni, nekünk is kellett tanulni, nekünk is folyamatosan fejleszteni kell önmagunkat is. Melyik a legkevésbé kedvelt tantárgy egyébként a diákok tanulók körében? A szakmai tantárgyak közül a legnehezebb az anatómia. Anatómia élettan. De nagyon, az alapja, nem? Így van. Tehát nagyon kevés latin ismeretekkel rendelkeznek tanulóink, és a szakmai nyelv az ugye a latin nyelv. De legnehezebben az anatómia élettannal birkóznak meg a tanulóink. De végül is az muszáj, mert minden arra épül. A kortan, belgyógyász, minden arra épül. Sebészet, nem akarom itt felsorolni az összes területeket a klinikumoknak, de minden arra épül. És mi az, amit a legjobban szeretnek, vagy a legkönnyebb? Hát legjobban szeretik érdekes módon a szakmai gyakorlatokat. Pedig az a legnehezebb én szerintem, amikor ott a betegágy mellett mindazt meg kell gyakorlatban kivitelezni, amit elméletben megtanult. Ha ön nem ezt a pályát választja, akkor mi volt még az, ami érdekelte? Akkor mi lett volna a B-terv? Így kérdezem. Nem volt B-terv. Nem volt B-terv. Nem volt B-terv. Mindig ezt a pályát szerettem volna, ezt a hivatást. És szabad idejében mivel foglalkozik szívesen? Hát nagyon kevés. Ha van szabad nagyon ideje. Kevés szabadidőm van. Nagyon szeretem a kézilabdát, tehát azt, ha lehetőségem van, akkor azt mindig megnézem. Olvasni szeretek, kirándulni szeretnék menni, de jelen pillanatban még nagyon kevés idő van ezekre a tevékenységekre. Meg hát ott van a 4 unokám, és ha tehetem, akkor azokkal vagyok. Akkor vannak feladatok, szép feladatok van. Bőven. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk egy beszélgetésre. Nagyon szépen. Még köszönöm. Egyszer szívből gratulálunk a díjhoz, és további sikeres munkát kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőim, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, tudják szerkesztőségünk elérhetőségeit, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.